Szervusz, Érika! Szia! Színházpedagógus, író, színész, nagyon sok minden vagy egyszerre, de egy kicsit koncentráljunk most így elsősorban, vagy első körben a színházpedagógusi énedre. Mit akar ez egész pontosan? Mit csinál egy színházpedagógus? Hát, bocsi, hogy azzal kell kezdenem, hogy rögtön egy picit a fogalmat helyre teszem, bár tulajdonképpen teljesen jó helyen járunk. Én színész dráma tanár vagyok, és ez abban különbözik a színházpedagógustól, hogy az előbbi általában főleg közszínházi előadásokhoz, az előadások után, vagy esetleg előtte feldolgozó programokat csinál. Mi a Kerekasztal Színházi Nevelési Központnál, akik színész dráma tanárokként dolgozunk, mi ezt egy ilyen komplex műfajként kezeljük, tehát mi egyszerre csinálunk színházat és hozzá kapcsolódó feldolgozó programot gyerekeknek, fiataloknak, és esetenként felnőtteknek is. Tehát ez úgy tud komplexen működni, hogy akkor, amikor mi kitalálunk egy előadást, akkor teljesen egyszerre gondolkodunk a színházról és a hozzá kapcsolódó programról, és ez úgy képez egy komplett egészet, és nagyon szinte sohasem játsszuk külön az előadást. Tehát az úgy egy dramaturgiai egység, hogy van hozzá egy interaktív rész. De akkor a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy van egy előadás, és akkor utána ott van egy beszélgetés erről, vagy pedig maga az előadásnak a megalkotásában van ennek jelentősége? Az előadás megalkotásában úgy van jelentősége, hogy mi a magunk számára is azt a témát, illetve történetet hasonló eszközökkel feldolgozzuk, vagy így átszűrjük magunkon, de egyébként úgy működik, ahogyan te említetted, hogy az előadáshoz közvetlenül kapcsolódik, csak nem feltétlenül utána, hanem lehet, hogy az előadást is megszakítjuk közben, és van interakció a résztvevőkkel, és az is lehet, hogy már előtte is volt, és közben is van, de ez így időben is egy egységet alkot. Tehát általában egy ilyen 2-3 órás komplex program, ami egyben megy le. És akkor, amit említettem, ugye hát író is vagy, és 2017-ben, ha jól tudom, pár évvel ezelőtt írtad az első könyvedet. Mi késztetett erre? Hát azért, amikor az ember drámapedagógus vagy színész drámatanár, akkor folyamatosan történetekkel dolgozik, és ezért, amikor az ember ezt csinálja, akkor nyilván azért kerül ebbe az élethelyzetbe, mert abban hisz, hogy a történeteken keresztül egy csomó mindent meg lehet érteni a világból, vagy fel lehet dolgozni a világban megélt eseményeket, és azt hiszem, hogy én egy olyan ember vagyok, akinek erre van szüksége, és az, hogy éppen azt egy drámaórában, vagy egy színházi nevelési előadásban, vagy egy színházi előadásban, vagy egy novellában, vagy egy regényben dolgozom fel éppen, az, hát azt nem is tudom, hogy pontosan mitől függ, talán ez egy ilyen intuíció, hogy valahogy ez így egyszer csak kijön. A könyveid, amit én levettem belőlük, azért elég így a feldolgozás segítik nagyon sok témában. Felnőttekkel és gyerekekkel is foglalkozol egyébként? Igen. Melyik a könnyebb, miben más a kettő ilyen téren? Nem gondolom egyiket sem könnyebbnek, vagy nehezebbnek, és még én igazán lényeges különbséget sem találok a felnőttekkel, vagy a gyerekekkel folytatott munkában. Picit, szóval nem vagyok olyan ember, aki azt mondja, hogy hát én a gyerekeket szeretem, vagy én a felnőtteket szeretem, engem az ember érdekel, és az életkorilag szinte mindegy, hogy milyen. Gyerekekkel az a tapasztalatom van, hogy talán egy kicsit őszintébbek, mint a felnőttek, és így olyan szempontból nehezebb, hogy jobban meg kell felelni, vagy az adott pillanatban is jobban meg kell felelni, mert eléggé hamar észreveszi az ember, hogyha valami nem működik. És ez mondjuk tök jó is. Hogyan tudod ezt a, most ugye itt 3 egységet említettünk, hogyan tudod ezt a 3-at, még mindezt az édesanyai teendőkkel is összeegyeztetni, hogy azért mindenre jusson elegendő időd? Hát azért most már a gyerekeim
tulajdonképpen felnőttek, tehát mindannyian diákok, de azért már egy pár év óta sokkal kevesebb energiát kell fordítanom az ilyen mindennapi teendőkre. Sőt, azt, hogy mondjuk 2017-ben publikáltam először, vagy legalábbis egy regényt, mert korábban más irodalmi művek már jelentek meg tőlem, de főleg online felületeken. Szóval ez biztosan összefügg azzal is, hogy egy kicsikét több lett a szabadságom így ezen a téren, úgyhogy ezért, és hát egy, szóval, hogy olyan ember vagyok, aki így, hogyha éppen nem csinál valamit, akkor hirtelen úgy érzi, hogy nincs is, és azt hiszem, hogy ez egy ilyen szükséglet. Egy kicsit kanyarodjunk vissza a drámapedagógiához, mert ugye azért mind a könyveid, mind ugye, amit a színházban csinálsz és képviselsz, az egyfajta ilyen tükörállítás a dolgoknak. Milyen típusú problémáknál tud a drámapedagógia segíteni? Milyen dolgok feldolgozásában, megértésében? Mivel közösségi műfajról van szó, tehát a drámát csak közösségben, csak csoportos játék tevékenységként lehet csinálni. Ezért az biztos, hogy olyan probléma szükséges, ami mindenkinek ismerős. Tehát az, ami tényleg annyira individuális, annyira személyre szabott, hogy csak azt az egy embert érinti, vagy ő tudja jól, vagy ő érti, aki benne van, bár szerintem nincs ilyen, de hogy ezért azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy vagy legalábbis az adott problémáknál az, ahogyan kínáljuk az azzal való foglalkozást, az olyan legyen, amin keresztül mindenki tud hozzá kapcsolódni. Tehát azt gondolom, hogy az ismerősség az egyik kulcs dolog a drámajátékoknál, mert hogy mindenki mindenféle érzelmeket megél a mindennapjaiban, de akkor tudunk hozzá kapcsolódni, hogyha ahhoz kapunk valami olyan csatornát, amitől a mi számunkra is ismerős, és ezáltal könnyen átélhető lesz. Mindig gondolkozom azon, hogy amikor napi szinten az ember most így a te esetedben ezzel foglalkozik, hogy egyfajta ilyen tükröt állít a világ és dolgok között, akkor ezt hogyan tudod kiküszöbölni, hogy a saját életedben ne folyton az legyen, hogy így analizálod a dolgokat. De most a gyerekem ezt csinálta, és akkor ez azért lehet. Aha. Nem biztos, hogy ki tudom küszöbölni, sőt, az sem biztos, hogy akarom. Az egy más kérdés, hogy mondjuk mit mondok meg belőle annak, akiről éppen gondolkozom, de hogy lehet, hogy nekem inkább tényleg arra van, ahhoz, hogy saját magamat is megértsem, vagy ahhoz, hogy saját magam számára is élhető legyen mindenféle nehezebb dolog is a világból, ahhoz pont az szükséges, hogy másokat is folyton megfigyeljek benne, hogy mások hogy élik meg, és ez egy mankó. Milyen jövőbeli terveid vannak? Dolgozol most valamilyen könyvben? Nem, bár a szerkesztőim kapacitálnak, hogy folytassam a Lilla történetét, akiről az előbb itt felolvastam, úgyhogy én ezt most így be is vallom, hogy valahol így az agyam leghátsó traktusaiban azért forgatom azt, hogy mit és hogyan lenne érdemes róla még elmesélni. Úgyhogy sajnos még nem kezdtem hozzá, bár ezt most örömmel jelenteném így be, de azt hiszem, hogy azért előbb-utóbb talán elkezdek kísérletezni vele. A könyveid elsősorban hány éves, tehát te hány éves korosztálynak szántad? Az előző könyvemet, amit te is említettél, a nyári nyomozást, azt hiszem, hogy 8 éven felülieknek ajánlja a kiadó. Én is úgy gondolom, hogy ilyen, tehát hogy ez a 9-10-11 éves korosztálynak szerintem is teli találat, és ezt a mostani könyvet pedig én 12 éven felülieknek gondolom ideális témának. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm a lehetőséget.